Építkezés. Készül a 3,5 km hosszú kerékpárút Vép és Szombathely között. Közgyűlés előtt a volt városi strand beépítésének új feltételeiről is tárgyalnak csütörtökön. Új szemlélet. A klímaváltozástól szenvedő egynyáriak helyett évelő növényeket ültetnek a virágágyásokban májustól. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Javában zajlik a Vépet Szombathellyel összekötő bicikliút építése. A vépi szakaszon már korábban elkezdték a munkát, de a szombathelyi rész kialakításán is dolgoznak a nagy gépek. A szépen megépült és lesimított földes felület már is csábítja a kerékpárosokat, de a szakemberek arra figyelmeztetnek, átadásig még tilos használni azt. Zajlik a munka a Ferenc Majornál. A Szombathely Vépkerékpárút vépi szakaszán már egy hónapja dolgoznak a szakemberek. A TOP keretein belül a megyei önkormányzattal közösen nyerte el a kisváros azt a 215 millió forintot, amiből megvalósulhat az építkezés. Egyre nagyobb a forgalom itt Vép és Szombathely között. Nagyon nagy járműforgalom folyik az úton, és sajnos több baleset is volt. Többek között halálos baleset is volt, kerékpárost elütöttek ezen az úton, tehát ez egy olyan beruházás lesz, ami tényleg nagy álmunk, és ha megvalósul, akkor egy biztonságos közlekedés jelent itt. Több mint 500 vépi dolgozik Szombathelyen, ezért is örülnek a környékbeliek az új kerékpárútnak. Többen ki is próbálták már a földes utat, de ez tilos, egyelőre építési terület, nem biztonságos, még ne kerékpározzanak itt, ezt kérik a szakemberek. Azon túl, hogy a nagyvárosban dolgozók kedvelt útvonala lehet a bicikliút, jó hír az is, hogy ezzel a kerékpáros turizmus lehetőségei is bővülnek. Akár Sárvár is megközelíthető lehet két keréken a megyeszékhelyről. Íves folyókát vágnak, épül a speciális szegély. A Ferenc Major környékén a csapadékvízelvezetési munkáknál tartanak. A Vép közigazgatási területén lévő szakasz 1700 méter hosszú. Elkészült a szalagkorlát, a zárcsatorna. Az egész munkaterületen a földmunkák elkészültek, a 20-os réteg letolásra került, illetve a különböző rétegrendek már a helyükön vannak, tehát zuzalék, vörös kavics. A felső réteg Terramix technológiával készül majd el, ami az aszfaltra kerül, majd előbb megterítik zúzalékkal és kap egy cementes keverék réteget is. Mint hogyha egy cementtel be lenne terítve, és ezt egy nagy darálógép ez be fogja remixelni. Ez vissza lesz tömörítve, be lesznek a szintek állítva rajt. Hát ez körülbelül ugyanannyi, mint hogyha a betonnal, CKT utalabetonnal csinálnánk. Tehát egy olyan réteget kap, ez 30 centi vastagságot jelent, és utána két réteg aszfaltot fog kapni. Jól állnak a munkával, július végéig bőven elkészülnek, tette hozzá az igazgató. A kerékpárút szombathelyi szakaszán is folyik már a munka, épp a humuszt távolítják el a több mint 1700 méter hosszú nyomvonalon. A 2,5 méter széles bicikliutat aszfalt burkolattal, zúzott kőpatkával alakítják ki. A közel 95 millió forint értékű beruházással 10 hónap alatt kell végeznie a meliorációs és rekultivációs Kft.-nek, a szerződéskötéstől, azaz március végétől számítva. Új szerződést köthetnek a volt városi strand beépítéséről, rendezik az önkormányzati cégek vezetőinek bérét, és 15 milliárd forintot kér a városvezetés a kormánytól útfelújításra. Erről is tárgyalnak a képviselők a csütörtöki közgyűlésen. 10 napi rendi pontot nyilvánosan, 2 zárt ülésen vitatnak meg. A 9 órakor kezdődő testületi ülést élőben követhetik a Szombathelyi Televízió műsorán és Facebook oldalán is. Testvérvárosi megállapodást köt az önkormányzat a lengyelországi Elblag városával. Az ottani delegáció május elején érkezik Szombathelyre. Döntenek a régi városi strand beépítéséről, mivel nem tartható a vállalkozó által megszabott április 30-ai határidő, várhatóan új megállapodást kötnek. Tárgyalnak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok idei üzleti tervéről. A Szova és a Szomhull is jelentős veszteséggel számol. Napirendre kerül a fizikai és szellemi dolgozók béremelése is. Több önkormányzati cég vezetőjének rendezik a bérét, hogy csökkentsék a különbségeket.
Havi bruttó 850 000 forintra emelik például a Féhe, az Agora, a Vörös Sándor Színház és a Temetkezési Kft. Ügyvezetőjének fizetését. Meghosszabbítják környező 30 településsel a fogorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodást. Javaslat készült a belterületi út, híd és járda felújítások, valamint parkolóhely létesítés ügyében. A város számít a TOP plusz forrásokra, melyből 8,2 milliárd forint jut ilyen fejlesztésekre. Az önkormányzat a kormányhoz fordul, hogy a város kapja meg azt a 15 milliárd forintot útfelújításra, ami Zalaegerszegnek is jutott. Göncz Árpád örökösei hozzájárultak ahhoz, hogy az Ízeum előtti tér a volt köztársasági elnök nevét viselje, erről is tárgyalnak a képviselők. Zárt ülésen önkormányzati kitüntetésekről határoznak. Legalább 30%-kal ugrott meg a PB gázpalackok iránti kereslet az elmúlt egy hónapban, erről számoltak be a helyi kiskereskedők, de nyilatkozni nem akartak. Egyikük híradónknak kamerán kívül elmondta, egyfajta hisztéria vásárlás volt megfigyelhető. A rég nem használt üres palackokat is meg akarták töltetni a vevők, tartva attól, hogy esetleg áruhiány lesz. A MOL benzinkútjain a hatósági szabályozásnak megfelelő áron adják a palackot, 5175 forintba kerül a töltés. A 11,5 kg-os töltetű PB gázpalackokra 2013. július 1-től terjesztették ki a rezsicsökkentést. A forgalmazók 10%-kal olcsóbban kell, hogy adják, mint az azt megelőző évben. A forgalmazók 10%-kal olcsóbban kell, hogy adják, mint az azt megelőző évben. Az egyik Szombathely melletti kis település kisboltjában egy hónapja nincs utánpótlás, a tárolókban csak üres palackok állnak, itt 7200 forint lenne a csere. A tulajdonos nem kívánt nyilatkozni a helyzetről. A főként a kis településeken működő magyar élelmiszerboltláncnál nincs fennakadás, folyamatos a palack csere 9300 forintért. Ezen a szombathelyi kúton sincs hiánya a telepalackokból, itt alig 7000 forintba kerül a csere. A címkéken viszont az látszik, hogy csak 10,9 kg a töltés mennyisége. Információink szerint a rezsicsökkentés kizárólag a 11,5 kg-os palackok árára vonatkozik. Új szemlélet szerint ültetik be a virágágyásokat a városban. Az egynyári növények egyre kevésbé viselik el a klímaváltozás hatásait, ezért helyettük szárazságtűrő évelőket telepítenek a terelőszigetekre és a körforgalmakba. Most az ágyások előkészítése, gyommentesítése zajlik, az ültetés májusban kezdődik. Változatos, színes növények díszítették korábban a Neumann iskola előtti körforgalmat, most gazos a terület, de nem azért, mert elhanyagolták. A város forgalmas részein régóta alkalmazzák az egy és két nyári beültetéseket tavasszal és ősszel. Ám a magas tápanyag, víz és fényigényű egynyáriak egyre kevésbé tűrik a klímaváltozás okozta mostoha körülményeket. A csapadékhiányt és a forróságot. Egy nap sütötte aszfalt, akár 60 fokra is felmelegedhet. A városban számos olyan virágágyásunk van, ahol ilyen rossz feltételek adódtak. Ilyen például itt a Neumann körforgalom, a Bagolyvárnál az új körforgalom, a Jókai utca, Jégpince utca kereszteződésében a Szigetek, plusz a Bartók Béla körút és a Rohonci út kereszteződésben is a terelőszigetek. Itt dönthetünk, hogy akár le is burkolhatnánk ezeket a felületeket, de az nem ökológikus megoldás, hiszen azzal a klímaváltozás hatásait erősítem, és én az ellen akarok dolgozni. Ezért ide ezekhez a körülményekhez megfelelő növényfajt kell választanunk. Szárazságtűrő, évelő növényekkel úgynevezett víztakarékos kerteket alakítanak ki. Az ötlet Kaliforniából származik, ahol drasztikusan csökkent a csapadékmennyiség, és már vízkorlátozást is be kellett vezetni. Kevesebb a vízigényük, könnyebben fenntarthatók, és mégis zöld felület szerepüket pedig megőrzik. Ezen kívül még nagyon jó az, hogy természetesebb képet mutatnak. Egy ilyen ágyás dolgozik 15-20 növényfajjal. Az új virágágyások tervei tavaly ősszel elkészültek. Figyelembe vettek ökológiai és esztétikai szempontokat, valamint azt, hogy a növények magassága ne akadályozza a közlekedést. A Neumann körforgalom igazi kavicskert jellegű lesz.
hónapról hónapra változik a kinézetük, és úgy próbáljuk kialakítani, hogy májustól októberig mindig adjon valamilyen színben harmonizáló virágdíszt. Most ezek az ágyások kialakítása alatt vannak. Kulcsfontosságú kérdés a gyommentesítés. A gyommentesítést azt elkezdtük, tehát a vegyszeres gyomírtás megtörtént. Az ágyásokból 5-7 cm mélyen kitermelik a talajt és kavics mulcs réteget terítenek rá, ami később visszatartja a gyomokat. Az évelő növények termesztése már folyik, a kiültetésük májusban kezdődik. Fontos tudni, hogy ezek az ágyások az első évben még nem mutatják meg igazi arcukat, viszont később a forgalmas közterületek tetszetős díszei lesznek, és a fenntartásuk is kevésbé munkaigényes. A főkertész azt reméli, elnyerik a lakosság tetszését, és a szombathelyiek akár saját kertjeikben is alkalmazzák majd az új szemléletet. Ahol automata öntözőberendezés üzemel, ott megtartják az egynyári ágyásokat. A talált madárfiókák többsége nem árva, tilos őket összeszedni, erre figyelmeztet a fészek elhagyási szezonban a Magyar Madártani Egyesület. Szombathelyen a parkokban és zöld területeken lehet találni elsősorban fekete rigófiókát, de ha már tollasak, ne próbáljuk őket megmenteni, nincs rá szükségük, kárt okozhatunk vele. Forgatásunkkor érkezett meg az Odúhoz ez a széncinege. A mesterséges fészek a Gotthárt iskola fenyőfáján lóg, most a másodikosok tanulnak a fiókákról. Előbb a színege kereste az Odút, hogy hol fészkelhetne be egy olyan jó Odút, ahol kiköltetni a kis tojásait. Honnan tudod, hogy színege volt, milyen jellegzetessége volt? Színéről. Lakott területeken a rigófélék mellett elsősorban a vörösbegy és a házi rozsdafarkú fiókáira lehet számítani hamarosan. Ezek egyszerűen kiugrálnak a fészekből, mielőtt repülni tudnának. Védekezési stratégia részükről, hogy ne egy helyen találja meg őket a ragadozó. Városban ez azért egy kicsit bonyolultabb, mivel talán nem olyan sűrű a zajnövényzet, illetve a lelkes lakók ugye itt ki hullott ki, esett fiókákat vélnek felfedezni a madarakba, holott ezek maguktól ugrálnak ki, és az előbb elmondottak miatt, tehát őket nem kell bántani, ha már teljesen tollasok. A kevéssé félős madarakat megfigyelhetjük, de érdemes betartani a biztonsági zónát, javasolja Kelemen Tibor. A szakkörösök is láttak már fiókákat. Kim voltunk, és akkor rúgtam egy magasat, felment a fára, nem tudtuk leszenni, apukám hozta a kis létrát, úgy felmásztam, és úgy vettem észre, hogy és akkor ott láttam, hogy ott csicseregnek. Milyen madár volt? Rigó. A veréb lakótelepeket is megleshetik a gyerekek, ebben most nincsen madár. Ez egy műfecskefészek. Közben a széncinege úgy kerülgeti a kis csapatunkat, mint a fiókát, a szülők néhány méterre vannak csak egymástól. A fekete rigónál is már szinte úgy néz ki, mint a szülő, de jóval rövidebb a faroktól, tehát még nem fejlődött ki teljesen. Egy kicsit nehézkesen repül, de ők ugyanúgy várják a szülőket, az szülők ugyanúgy fogják hozni a táplálékot, keresik is őket, és ők tisztában vannak vele, hogy nem a fészekbe fogják már őket megtalálni, hanem a fészek környéki, bokros, aljnövényzetes részen. Aki pedig véletlenül mégis tollatlan, kopasz fiókát talál, csak tegye vissza a fészkébe, vagy ha ez nem megoldható, kéri a Kőszegi Csernálkertben működő madárkórház vagy az Őrségi Nemzeti Park segítségét, javasolja a szakember. Tartalékos összeállításban kényszerült fogadni a SZOESE női kosárlabda csapata a Deac együttesét az egyetemi bajnokság negyeddöntőjének első találkozóján. Az összecsapás az esélyeseknek megfelelően vendéggyőzelmet hozott, szerdán pedig már a visszavágón bizonyíthatnak Szabó László tanítványai. Megkezdődött a Magyar Egyetemi és Főiskolai Kosárlabda Bajnokság rájátszása. A SZOESE a nők mezőnyébe is indított csapatot, amely egy nehéz nyugati csoportból negyedik helyen jutott tovább. A 8 együttest felsorakoztató rájátszás során a keleti lista vezető Deac ellen kellett helytállni a Szabó László tanítványainak. A két felvonásos ütközet győztese részt vehet az országos négyes döntőben. Az amatőr élvonalban is szereplő hajdúságiak teljes kerettel érkeztek, míg a szombathelyiektől kulcsjátékosok hiányoztak, így egyértelműen a vendégek voltak a mérkőzés esélyesei. A feldobást követően azonnal éltek is magassági fölényükkel a debreceni lányok, és már az első negyed végén magabiztos előnyre tettek szert. A folytatásban rendezte sorait a vasi együttes és kemény védekezéssel sikerült tartaniuk a lépést.
A harmadik negyedben felzárkóztak, azonban ekkor már kiütköztek a fáradtság jelei a hazai kosarasokon. A 60-79-es végeredmény hülyen tükrözte a pályán látottakat. Az elsőben és az utolsó negyedben nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Két középső negyedben úgy gondolom, hogy azt hoztuk, amit tudunk. Viszont nem érheti panasz a lányokat, hiszen az ellenfél egy nívós bajnokságból, a piros csoportból érkezik. Sok olyan meghatározó játékosuk van itt az egyetemiben, akik ott is meghatározóak. Én azt gondolom, a lányok megtették, amit meg lehetett, és a jobb csapat győzött. Az összecsapáson 13 pontot szerző Mezősi Anna csalódott volt az eredmény miatt, ugyanakkor pontosan látta, hogy mi volt a döntő különbség. Szerintem elsősorban az, hogy nekik hosszabb volt a kispadjuk, mint a miénk. Sajnos Preisinger Boglárka beteg lett, úgyhogy ő nem tudott rendelkezésre állni, úgyhogy mindenképpen az, illetve a fizikális fölényük, meg az, hogy ők piros csoportba edződnek hétről hétre, úgyhogy szerintem ez lehetett a kettő csapat közötti különbség. A visszavágóra sem kell sokat várni, hiszen szerda késő este már a Debreceni Egyetemi Sportcsarnokban bizonyíthat a vasi alakulat. Szabó László vezetőedző Preisinger Boglárka mellett Dervalics Anna játékára sem számíthat. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon tekinthetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!